adó istentiszteletet tartott a református egyházközség április 27-én a közösség gyülekezeti házának felújítása alkalmából. Az egybegyűltek számára, akik között dr. Vitányi István országgyűlési képviselőnk és Szító Sándor településünk polgármestere mellett ott voltak a környékbeli települések református lelkipásztorai is, Szabadi Árpád, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperese hirdetett igét. Jöjjön a mi Urunktól, megtartó, megváltó Istenünktől. Az ő szent nevére szálljon dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Ámen. Fennálló énekkel magasztaljuk Urunkat, és énekeljük a Magyar Református Énekeskönyv 410. dicséretének első versét, Református Énekeskönyvből a 378. dicséret első versét. Adjunk hálát mindnyájan. Thank you.
Mindenható Istenünk, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálaadással jöttünk eléd, hogy megköszönjük neked azt a segítséget és oltalmat, azt az előre haladást, amely egy gyülekezetben látható. Eléd jöttünk, Urunk, és szeretnénk előtted fejet hajtani, mert minden jó adomány és tökéletes ajándék te tőled, a világosság atyától származik. És te vagy az Urunk, aki a mi kicsi erőnket csodálatosan meg tudod gazdagítani. Te vagy az, aki imádságainkat meghallgatod. Te vagy az, aki összegyűjtesz lelkeket és szíveket, és adsz egy akaratot munkák, szolgálatok elvégzésére. Te vagy az, aki hordozod a mi életünket. Te vagy az, aki most is ígéddel ajándékozol meg bennünket, hogy akkor, amikor öröm van a szívünkben az elvégzett munkáért, ugyanakkor legyen bennünk további vágy, akarat, nyitottság arra a munkára, az előttünk levő feladatokra, amelyekkel majd megbízol bennünket. Áld meg, Urunk, a mi együttlétünket, áld meg hálaadásunkat, ígéd szavát a te ingyen való kegyelmedből. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét és az ahhoz kapcsolódó igemagyarázatot a gyülekezet helyet foglalva hallgassa. Istennek az az igéje, amely bizonyságtételem alapgondolata, a Bibliaolvasó vezérfonal szerinti mai újszövetségi ige, a Jelenések könyve 12. részének első versétől kezdődő igéje a következőképpen hangzik. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen, egy asszonya napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból álló korona, várandós volt, és vajódva, szüléstől gyötrődve kiáltozott. Feltűnt egy másik jel is az égen, íme egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és a 7 fején 7 korona. Farka magával sodorta az ég csillagainak harmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor megszülte, felfalja a gyermeket. Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltett minden népet. A gyermek elragadtatott Istenhez és az ő trónjához, az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől elkészített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig. Kedves testvéreim, első hallásra ez az ige, ez meglehetősen nehéz. És ha szabad egy kis hasonlattal élni, olyan ez, mint a most 40 éves Rubik kocka, amelynek ugye megvannak a színei, bekeverik ezeket a színeket, na aztán aki okos meg, aki ügyes, az csinálja meg azt, hogy minden oldalon egy szín legyen. Van, aki eleve úgy áll hozzá, hogy úgy se lehet ezzel csinálni semmit, van, aki megpróbálja, de aztán elfogy a türelme, és valakinek sikerül. És amikor sikerül, akkor jól eső megelégedéssel nyugtázza, hogy azért csak sikerült. Hát valahogy ez az ige is ilyen, hogy különböző színek vannak összekeverve, és akkor, amikor Isten kegyelmével és az ő lelkével megpróbáljuk ezeket a színeket összerakni egy oldalra, akkor megláthatjuk, hogy nagyon is fontos üzenet hangzik el ebből az igéből.
És akkor, amikor az előbb azt mondtam, hogy szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnik, akkor rögtön szeretném azt is említeni, hogy igen sokszor a mindennapjaink során is találkozunk hasonló nehéz problémákkal, amelyeket meg kell oldani, és amelyekhez az Isten segítségét kell kérni. Az a kép, ami itt ebben az igében használatos, ez nem egy idegen kép. Mert miről hallunk ebben az igéből? Szó van a napba öltözött asszonyról, aztán szó van a tűzvörös sárkányról, és szó van a fiúról, és úgy első hallásra is azt érzékeljük, hogy a napba öltözött asszony és a tűzvörös sárkány között óriási ellentét van. És a sárkánynak mindenképpen az az akarata és a vágya, hogy tönkre tegyen mindent. Talán innentől egy kicsit már könnyebb követni a dolgokat, mert sokszor találkozunk olyan erőkkel, amelyek próbálnak tönkretenni mindent. Bekeverni a színeket, összekeverni a jót és a rosszat, a szépet és azt, ami hát ronda és kellemetlen. Nagyon sokszor találkozunk olyasmivel, hogy keveredik az igazság és a hazugság, a becsület és a becstelenség, és sokszor nem tudja az ember azt, hogy mi lesz majd ebből a kiút. Egy mitológiai, egyiptomi mitológiai történet vagy kis utalás is hozzáfér ehhez a mai igéhez, ugyanis arról olvashatunk, hogy annak idején Ízisz megszülte Hóruszt, a napisten, és ez a gyermek ez homlokán hordozta a sugárzó napot, és aztán jön valaki, aki halálra keresi, mindenképpen meg akarja ölni, de végül is ennek az Ízisznek sikerül a gyereket elmenteni, és gyakorlatilag ott is hasonló történik, mint amit most ebből az igéből felolvastam. Na de eddig azért nem sokkal jutottunk közelebb a tényekhez, próbáljuk ezt így apránként megoldani. Ki lehet, mit jelképezhet a napba öltözött asszony? A napba öltözött asszony Izrael. De talán úgy is mondhatnánk, hogy a láthatatlan Anya Szent Egyház. És amikor itt számokat hallunk, akkor emlékezhetünk arra, hogy Mózes első könyvében József álmokat lát. És a második álom az az, ezt még talán a hittanosok is tudják, a második álom az, azt mondja József, hogy a nap, a hold és a csillagok le fognak borulni az én csillagom alatt. És hát ez mindenkinek megörökölődést okoz, mert úgy gondolják, hogy hogy beszélhet ez a József így, és hogy gondolhatja azt, hogy az ő csillaga előtt majd a szülőknek és a testvéreknek a csillagai is meghajolnak. De máshol is olvashatunk valami olyan utalásról, amely tulajdonképpen ide illik. Jeremiás prófétának kiáltania kell Izraelhez. Jeremiás könyvében a második részben olvashatunk erről. Arról van szó, emlékszem rád, gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére, amikor követtél engem a pusztában. Itt arról van szó, hogy valamikor valami nagyon rendben volt, és aztán valami elromlott. És itt tulajdonképpen Isten népéről van szó, amely valamikor átélte az Isten mentő, gyógyító szeretetét, és azt, hogy csodálatos módon vezette ki az egyiptomi rabszolgaságból, aztán eljutott oda az Isten népe, hogy azt mondta, hogy jobb lenne visszamenni. Mert
semmiképpen nem akarunk tovább vándorolni a pusztába. Nekünk elegünk van ebből. Elegünk van abból, amit Mózes mond, hogy majd Isten elvezet az ígéret földjére. Nekünk a látható dolgok kellenek, és nekünk az a fontos, ami ma van. Hogy holnap mi lesz, az már lényegtelen. És ezért vissza akarnak fordulni. De mi történik? Az, hogy hátat fordítanak Istennek. És így válik valósággal, amit az előbb Jeremiás próféta könyvéből olvastam, hogy a gyermekkori ragaszkodás elmúlt, a mátkaság szeretete elmúlt, az Istennel való közösség az már régen nincs meg, hát lehet azon csodálkozni, hogy ebből baj származik, hogy hűtlenné vált Isten választott népe, és ennek a hűtlenségnek, ennek igen nagy ára lesz. Azt olvastam az előbb az igéből, hogy a napba öltözött asszony lába alatt a hold, fején pedig a 12 csillagból álló korona van. Ez megint egy első hallásra érthetetlen kép. Mi az, hogy lába alatt a hold? Ez azt akarja kifejezni, hogy van, aki a sötétséget legyőzi, a holdnak a sötétségét, a napba öltöztetés vagy öltözés, mert ugye ez az asszonynak a megnevezése, napba öltözött, ez azt jelenti, hogy az Isten szeretetét befogadó, az Isten szeretetére reagáló, válaszoló dolog ez. A napba öltözés e tekintetben azt jelenti, hogy világosságban jár, a világosságot hordozza. Azt jelenti, hogy a napba öltözött asszonytól származik valaki, ő belőle, aki majd legyőzi a sötétséget, és aki előhozza a világosságot. Nem sokkal ezelőtt, néhány nappal ezelőtt ünnepeltük Húsvétot, a feltámadás ünnepét. Tulajdonképpen ez az ige ugyanarról beszél. Isten Jézus Krisztus kereszthalálát elfogadva, harmadnapra feltámasztotta a halálból, és bizonyította azt, hogy a halál a legnagyobb ellenség felett van egy erősebb, egy nagyobb hatalom. A legnagyobb sötétség fölött ott van a világosság, a mennyei világosság, az Isten szeretete. János apostol, aki látja ezeket a történéseket, a jövőnek a történései, az látja azt, hogy ezek a dolgok, ezek megtörténnek, körvonalazódik egy boldog jövő. A napba öltözött asszonynak a gyermeke fogja majd elhozni ezt a boldog jövő. Igen ám, de ott van a másik kép. A napba öltözött asszonynak az ellensége. A napba öltözött asszonyról azt is halljuk az igéből, hogy várandós, vajódik szüléstől gyötörve várja a zsidót, várták, már az Ószövetségben is olvashatunk erről, hogy várták a messiást. Itt tulajdonképpen ezt írja le az apostol. Azt írja le, hogy majd jön valaki, aki megoldást fog hozni a világnak a bűneire, és aki szenvedni fog, és ami vele történik tulajdonképpen, az hozza meg a világ világosságát. De addig, amíg ez megtörténik, a várakozás ideje alatt, a napba öltözött asszonynak nagyon sokat kell szenvedni. Kitől? Ez a kép azt mutatja a tűzvörös sárkánytól, és ez nem más, mint a sátán. Tehát eddig hallottunk a napba öltözött asszonyról, akinek a gyermeke lesz majd, ami megváltó Urunk Jézus Krisztus, vajódik, kínlódik, gyötrődik, és ott van vele szemben valaki,
aki azt várja, hogy csak szülessen meg az a gyerek, és elpusztítom. Mit jelent ez a kép? Azt jelenti, csak jöjjön a messiás. És a sátán úgy gondolta és úgy akarta, hogy majd mindent megteszek azért, hogy az asszonynak a magva elpusztuljon. Különös ismertető jele van ennek a rémséges erőnek. Azt mondja a Szentírás, hogy 7 feje, 10 szarva, a 7 fejen 7 korona, és azt is halljuk, hogy a farkával csillagokat sodort le. Na ez megint olyan kép kavalkád, amit az ember első hallásra nem tud hova tenni. Mit jelent az, hogy úgy ábrázolja az apostol, hogy tűz vörös? Azt jelenti, hogy rengeteg vér kíséri ennek a gonosz erőnek a hatalmát. Emlékszünk arra, hogy az Ószövetség elején, amikor Isten kiosztja a büntetést a férfi számára, a nőnek és a kígyónak. A kígyónak azt mondja, hogy te ugyanaz asszony magvának a sarkát mardosod, de ő a te fejedre tapos. És ez az asszony magva már ott az Ószövetség elején Jézus Krisztus. És vissza ehhez a képhez, hogy tűzvörös, rengeteg szenvedés, rengeteg pusztulás, rengeteg könny kíséri ennek a gonosz erőnek, a sátánnak a munkáját. Gondoljuk csak el, hogy Jézus Krisztus alig születik meg, és már is gyilkosok keresik, mert meg kell ölni minden 2 évnél fiatalabbat. Az egyház történet folyamán mennyi olyan esemény volt, elkezdve a keresztény üldözéstől, talán még azt mondhatnánk, hogy napjainkig is, amikor talán nem Európában, hanem Afrikában, vagy máshol ölik a keresztényeket, a Krisztusban hívő embereket, hogy tűzvörös, hogy mennyi vér, mennyi szenvedés, mennyi pusztulás írható a sátánnak a számlájára, ebből látható. Mit jelent az, hogy a 7 fej? A 7 fej az azt jelenti, hogy különböző hatalmak, különböző erők mutatják azt, hogy egyik sem különb a másiktól, hanem valahol mindenkinek az akarata az, hogy lenyomni, összetörni, tönkretenni a másikat. 10 szar. Olyan furcsa ezt elképzelni, a tűzvörös sárkány ilyen formában. Miért kell 10 szarva fejére? Azért, mert ez a támadásnak a támadását jelzi. Azt, hogy ilyen iszonyatos erővel bír. Nem egyszerűen csak szimplán támadgatja az embert, népeket, gyülekezeteket, családokat, hanem ami csak belefér. És a 7 korona meg azt jelzi, hogy a sátánnak is igen nagy hatalma van. Nos, ha most újra visszatérünk a kép elejéhez, hogy a tűzvörös sárkány útjába áll a napba öltözött asszonynak, aki várandós és vajúdik, és szüléstől gyötörve kiáltozik, akkor itt tulajdonképpen azt az ős ellenséget és annak a munkáját láthatjuk, aki megpróbál mindent tönkretenni. És egy picit, ha itt megállunk, és lefordítjuk napjainkra ezeket a képeket, akkor is ismerős ez az erő. Ismerős az az erő, amelyik szétdobál családokat, emberi kapcsolatokat, amelyik megrontja a bizalmat, tönkreteszi a szeretetet. Ismerős az az erő, amely hihetetlen gonoszságra képes, amikor emberek néhány száz forintért képesek időseket agyonverni, amikor pillanatok alatt az ember embernek farkasává válik. Igen, erről az erőről van szó. És ez az erő még a csillagok egy részét is lesodorta,
mondja a Szentírás. Ez pedig azt jelenti, hogy még az angyali világból is sokan behódoltak ennek az erőnek, és ezt az utat próbálják járni. És ez az erő ott van, mint egy ős ellenségként a napba öltözött asszony előtt, és várja azt, hogy mikor ronthat rá az ő áldozatára, és pusztíthatja el a messiást, az Úr Jézus Krisztust. Igen, kedves testvéreim, amikor ezeket a képeket nézzük, tehát van a napba öltözött asszony, van a tűzvörös sárkány, akkor a harmadik kép, a harmadik jelzés, az pedig a fiú. Miért a fiú a csúcspont? Azért, mert mindannak ellenére, hogy Isten választott népe milyen volt, és hogyan várta, vagy hogyan nem használta fel jól a messiásnak az érkezését. Mindannak ellenére, hogy a gonosz, a sátán hogyan próbálta és akarta legyűrni, és akarja legyűrni mindazokat, akik a jót cselekszik, és Isten akarata szerint élnek, a fiúval, és az a fiú Jézus Krisztus, a fiúval a sátán nem bánhat el. Mindannak ellenére, hogy minden idegszálával azt akarta a gonosz, hogy eltüntetni az útból Jézus Krisztus, eltüntetni a megváltót, eltüntetni azt, hogy ő megváltson és örök életre vezéreljen. Mindennek ellenére a fiú az Isten védelmében van, mert azt is olvastam az igéből, az asszony fiú gyermeket szült, aki vasvesszővel legeltett minden népet, a gyermek elragadtatott Istenhez és a trónjához, az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől elkészített helye volt. Mit mond ez a kép? Azt mondja, hogy a gyermek elragadtatott Istenhez. Tudjuk azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus az Úrnál van. És azt is tudjuk, hogy ő szüntelen imádkozik érettünk. És az ő imádságában ott van minden embernek az élete, a minden ember felé fontos szeretete, az ő imádságában ott volt annak idején, hogy bocsásd meg, mert nem tudják, mit cselekesznek, és az ő imádságában ott van mindenkinek az élete. Jézus Krisztus imádkozik értünk. Miért? Azért, amit elmond az ő tanítványainak, mert azt akarom, ahol én vagyok, ti is ott legyetek. A fiú ott van az atyánál. Mindannak ellenére, amit a gonosz erő végzett és végez ma is. Néki, mármint Jézus Krisztusnak adatot, minden hatalom menjen és földön. Ott van az Isten biztonságában, ahova a gonosz erő nem érhet fel, és van még egy mondat, itt az előbb említettem is, viszont elmenekült a pusztába, ahol Istentől készített helye volt. Ez az asszony, ez a nép, a gyülekezet, ahol Istentől készített helye van. Mint ahogy a Bihar nagybajomi kedves testvéreknek is, itt Istentől készített helyük van. Itt kell élni, ezen a helyen, itt kell Krisztust magasztaló élettel szolgálni, itt kell bizonyítani, hogy a rossznak, a gonosznak minden hatalma ellenére Isten szeretetével hogyan lehet előre haladni, és hogyan lehet értékeket teremteni, és hogyan tarthatja magát tisztán az ember. Itt lehet megmutatni azt, hogy mit jelent hinni, mit jelent a keresztény értékrend. Itt lehet megmutatni a gyerekeknek, a fiataloknak azt, hogy akarják-e és vágynak-e a hit és erkölcstan tanulására,
itt van ennek a közösségnek a helye, itt van a feladata, és ezeket a feladatokat kell végezni. Mert valahol ebben az egész történésben és ebben a jelenések könyvebeli képben nem csak az van, hogy milyen volt a napba öltözött asszony, nem csak az van, hogy milyen a tűzvörös sárkánynak a hatalma és az ereje, hanem ami a lényeg, ami a csúcspont, és így állnak össze a színek az előbb említett módon. Jézus Krisztus állítja helyre a dolgokat, ami összekavarodott, amit lehet, hogy mi kavartunk össze, vagy mások kavartak össze, vagy a gonosznak a hatalma kavart össze, mert annyi minden összekavarodott. Sokszor az ember azt se tudja, hogy ki mondja a jó irányt, ki mutatja a megfelelő irányt. Ebben a világban Isten népének van egy biztos forrása, és ez a forrás Jézus Krisztus, a fiú, aki fölött nem lehet sohasem győztes a gonosz, mert majd a fiú fogja örökre legyőzni, és örökre a lába alá vetni. Kedves testvéreim, Istené legyen a dicsőség azért, hogy a Krisztus evangéliumának a szépségét és az erejét hirdetheti egy gyülekezetnek az élete és a szolgálata, hirdetheti a megújuló gyülekezeti ház, hirdetheti kinek-kinek a hitélete, az akarása, a munkája, a szolgálata. Legyen ez így, és az Úr Jézus Krisztusban legyen teljes bizonyosságunk a boldog jövőt illetően, mert az ő kegyelméből élünk, és az ő kegyelmével, ő vele lesz boldog jövőnk. Adja Isten kegyelme, hogy ez a talán nagyon bonyolultnak tűnő kép, ilyen nagyon egyszerű gondolatokkal indítson mindnyájunkat hálaadásra, de ugyanakkor reményteljes továbbindulásra is. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, igen, nem könnyű a te népednek a szolgálata, mint ahogy Úrunk Jézus Krisztus, a te földi szolgálatod sem volt egyszerű. Köszönjük neked, amivel te irányt mutattál, és köszönjük, amikor jelezted azt, hogy aki én utána akar jönni, vegye fel a maga keresztjét, és úgy kövesse engem. Köszönjük neked, Urunk, hogy a kereszt felvételhez nem csak az páros volt, hogy milyen nehéz, hogy nem bírjuk, hanem az is, hogy a te kegyelmeddel és a te segítségeddel igenis lesz megoldás. Hálát adunk neked, hogy a te igéden keresztül biztatást ad számunkra, hogy Jézus Krisztus a jövő. Mert ő tőle, ő általa, és őre nézve vannak mindenek, de Jézus Krisztusban van a jelen is, és köszönjük neked, hogy valahol a múlt minden történése is a te üdvtervedben ott szerepel. Hálát adunk azért, hogy itt ezen a helyen is van néped. És köszönjük neked, hogy mint a te néped, szabadra hallgathat, szeretetedből, igéidből erőt meríthet. Köszönjük, hogy a tőled, mint forrástól induló néped, gyönyörű dolgokat mutathat fel, nem csak akkor, amikor e szép templomban vagyunk, nem csak akkor, amikor az imaház megújult, hanem lélekben is. Ugyanígy történhetnek
megújulások, áldott légy mindenért. És hisszük azt, Urunk, hogy bármennyire bonyolultnak, sok minden megoldhatatlannak tűnik, és úgy látszik, mintha minden sodródna rossz irány felé, hogy a világ egyre inkább elfordul tőled. Köszönjük neked, hogy vannak, akik komolyan veszik a te szavadat, akiknek a te igéd mindennapi táplálék, akik hittel és reménységgel tudnak te hozzád fordulni, tőled segítséget kérni, és te neked hálát adni. Így köszönjük meg itt élő népedet, köszönjük az elvégzett munkát, a mögöttes imádságokat, szakembereknek a munkáját. Köszönjük, hogy előteremtetett, Urunk, a fedezet is a munkák elvégzéséhez, és köszönjük, hogy lehet gyönyörködni abban, amikor emberek jó ügyért egy akarattal tudnak munkálkodni. Áldott légy ezért, és kérünk téged, segíts bennünket úgy minden napunkban, hogy a benned való bizonyosság adjon erőt, adjon segítséget és oltalmat mindenkor mindnyájunknak. Így kérünk, hallgass meg imádságunkban, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Együtt imádkozzuk az Úr Jézus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Isten iránti hálával mondunk köszönetet nagy tiszteletű Szabadi Árpádnak, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperesének, hogy elfogadta meghívásunkat és hirdette közöttünk Isten igéjét. Szeretettel köszöntjük kedves feleségét. Szeretettel köszöntöm lelkipásztor testvéreimet. Szeretettel köszöntjük dr. Vitányi István József, országgyűlési képviselő urat, településünk polgármesterét, Szító Sándor urat, valamint a Vihar-Nagybajon községi önkormányzat képviselő testületének megjelent tagjait, Nemes Lajsz Julianna, a Szűcs Sándor AMK igazgató asszonyát, az intézmények politikai és civil szervezetek vezetőit. Szeretettel köszöntjük meghívott vendégeinket, gyülekezetünk gondnokai presbitereit, minden egyes tagját, és mindazokat, akik közelről
és távolról eljöttek, itt vannak, hogy együtt örüljünk és együtt adjunk hálát Istennek. Domahidi Péter tiszteletes úr köszöntő szavait követően a vendéglelki pásztorok álltak az úrasztal elé, hogy egy-egy igével mondják el áldásaikat. Majd a Bihar-Nagybajami Egyházközség férfi karának szolgálatát követően Kis Lili és Varga Kata szavalatait hallgathatták meg az érdeklődők. Kedves testvérek, amikor egy gyülekezet életében ilyen jellegű megújító szolgálat történik, mint amiért most itt vagyunk, ez magától értetődően háladásra indít bennünket. A 100. Zsoltár azt mondja, szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek be kapuin háladással, mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. A Balmazújvárosi Református Egyházközség nevében így köszöntjük szeretettel a háladó gyülekezetet. A szomszédos szerepi református egyházközség presbitériuma, a családom és jó magam nevében hozom Istenünk igéjét, amely a Zsoltárok könyvének 40. részében, a 6. versben eképpen szól. Uram, Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Így legyen. A közeli kabai gyülekezet magam és családom köszöntését hozom egy csodálatosan felújított templomban, amely méltó helye az Isten tiszteletnek. Én már örömmel adok veletek együtt hálát az imaház felújításáért, és kérem Isten áldását mindazok életére, akik ezért áldozatot hoztak, elsőrendben a lelkipásztor és családja életére, a gyülekezet presbitériuma és a gyülekezet minden kedves tagja életére, a 134. Zsoltárral. Áldjátok az Urat mindnyájan, ti, akik az Úr szolgái vagytok, akik az Úrházában álltok éjjelente. Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Ámen. A szomszédságból, a Sárét következő településéről, Füzes gyarmatról hozom a gyülekezetem is, jó magam, jó kívánságát. Nagy dolog, ha a templom, a gyülekezeti ház úgy néz ki, mint a saját otthonunk, még nagyobb, ha az külön, és ebben jó példával járnak előttünk a Bihar-Nagybajomiak. A 37. Zsoltár 4. versét hoztam. Gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Isten áldását! Ünneplő gyülekezet, a hajdúszoboszlói gyülekezet, magam és Gacsáj Gábor, Vad András nagy tiszteltő és tanácsos úr megbízásából az ő gyülekezetük és személy köszöntését is hozom. Most fejeződött be az egyházlátogatás, ezért késtünk egy kicsit. Tehát fogad így együtt és fogadja a gyülekezet a 90. Zsoltár utolsó versét áldásként, ami kezünk munkáját tedd állandóvá, ami kezünk munkáját tedd állandóvá nekünk. Így legyen. Amen. Szintén Hajdúszoboszlóról hozom az Isten üzenetét, áldáskérését rád, Rómabeli és a gyülekezetre, a Rómabeliekhez írott levél 11. fejezet 38. verséből, mert tőle, általa és ő érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves lelkipásztor testvérem, kedves gyülekezet ünneplő közössége a Püspökladányi Református Egyházközségében. Egyházközség nevében vagyok itt és hozom az ő köszöntésüket. Ha már egy asszonyról volt szó a prédikációban, akkor egy asszonynak az énekéből idéznék. Mária így énekelt, újongott. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjából, szétszórta a szívük szándékában fölfúvalkodottakat, hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt föl, éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Fölkarolta szolgáját, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint atyáinak kijelentette, Ábrahámnak és az ő utódainak.
mindörökké. Amen. Szépen köszönöm lelkipásztor testvéreim áldás kívánását, és Isten áldja mindannyiuk életét. Nagy Istenem, ha nézem a világot, melyet teremtett szent legyen szabad, ha itt a földön millió lény látok, kiket igazgatsz egymagad, szívem felé. Yeah.
gondotokat ő rám vessétek. Minden lehetséges a hívőnek. Mindenre van erőm a Krisztusban, mindenért hálát adjatok. Minden gondomat rád vetetem, nem csak az apró cseprő gondokat, a nagyokat, nagyobbakat is, nem csak a nagyokat, nehezeket, a legkisebbeket is, mert a minden az minden. És mindenre van, és minden lehetséges, ha hiszed, lehetetlen, megoldhatatlan, elérhetetlen nincsen, mert a minden az minden. És te benned mindenre van erő, mindenre, sokra, kevésre, szűkölködésre és bővölködésre. Testvérek, terét vállamra vennem, terét vinnem, mert a minden az minden. S mindenért hálát adjatok, derűs napok, borús napok, örömök, szenvedések. S mindet azért adod, hogy cél felé segítsen. Mindenért hálaértéket mondhatok, mert a minden az minden. A továbbiakban arról szeretnék beszámolni, hogy miért volt szükség a gyülekezeti ház felújítására. Az utóbbi években komolyabb javítás, felújítás nem volt, ezért az épület állaga nagyon leromlott. A tetőszerkezet rossz állapota miatt gyakoriak voltak a beázások, ez a vakolat leomlását eredményezte. A település frekventált, legjobban szem előtt levő, jól látható, központban elhelyezkedő épülete kellemetlen látványt nyújtott a külső szemlélő számára, különösen a szomszédos, az önkormányzat által felújított épületek gyűrűjében. Az épület nem felelt meg a korszerű gyülekezeti terem funkcióinak, nem volt biztosított az akadálymentes megközelítése, hiányzott a vizes blokk, az új hőszigetelt ablakok a régi szuette fakeretbe voltak elhelyezve, az ajtók korszerűtlenek, vetemedettek voltak. Az elavult elektromos hálózat és világító testek miatt nem volt megfelelő a gyülekezeti terem megvilágítása. Egy szóval ráfért a felújítás. Itt szeretnék köszönetet mondani Szító Sándor polgármester úrnak, hogy 2012. október havának elején felhívta figyelmünket arra, hogy a magyar közlönyben megjelent egy rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falu megújításra és fejlesztésre líder helyi akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről címmel. Arra kért, hogy nézzem meg, mert az egyházközségünknek biztosan jó lesz. Valóban egy ránk szabott pályázati lehetőséggel élhettünk. 2012. november 30-án nyújtottuk be pályázatunkat a Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesülethez. A pályázat elkészítésében segítségünkre volt a Konzultina Projekt Szolgáltató BT Zics Tamás vezetésével. 2013. június 14-én ünnepélyes keretek között vettük át a támogatási határozatot Berettyóújfaluban a Nadányi Zoltán Művelődési Ház Erdélyi Gábor termében 9.999.986 forintot nyertünk, 14 forint híján 10 millió forintot. Még ebben az esztendőben elkezdődtek a felújítási munkálatok, a Kriszalp Kft. Lévai György ügyvezető igazgató vezetésével és Aranyosné Baranyai Irén műszaki ellenőr irányításával. A továbbiakban arról szeretnék beszámolni a teljesség igénye nélkül, hogy a felújítás folyamán
milyen munkálatok elvégzésére került sor. A régi tetőhéjazat cserépfedés pontásra került, új cserépből tetőfedés készült, a cseréptartó tetőlécek is bontásra kerültek, és helyükbe új cseréptartó lécek kerültek felhelyezésre. A tetőléc alá tetőfólia elhelyezésére került sor. A korhadt, vetemedett tetőgerendák is kicserélésre kerültek. 6 cm vastag utólagos hungarocell hőszigetelés készült a szükséges tartozékok beépítésével és az épület külső lefestésével. A külső fokozott hőszigetelt üvegezésű műanyag ablakok a régi keretből kilettek szedve és melléfalazás után visszalettek helyezve. Bádogos szerkezetek cseréjére is sor került a felújítás folyamán. Új kültéri és beltéri ajtók, előtetők, redőnyök készültek. A régi irodából és előtér helyiségből irodát, közlekedőt és vizes blokkot alakítottunk ki. A gyülekezeti teremben, az irodában és a vizes blokkban is burkolatcsere történt. Sor került az elektromos vezetékek cseréjére és új armatúrák elhelyezésére, valamint meszelésre is. Új függönyök és irodabútorok teszik most már szebbé épületünket. Megtörtént a részbeni akadálymentesítés a mozgás korlátozott személyek részére. Legyen hála és dicsőség mindezen munkálatok elvégzéséért a mindenható Istennek. Hálás szívvel szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítségét, akiknek köszönhetően ez a beruházás megvalósulhatott. Először szeretnék köszönetet mondani a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak és a képviseletében eljáró Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak és a Bihar Sárét Vidékfejlesztési Egyesületnek, hogy élhettünk e pályázat adta lehetőséggel. Hálás szívvel köszönjük meg Zics Tamásnak, a Konzultina Projekt Szolgáltató BT ügyvezető igazgatójának a pályázat megírásában nyújtott segítségét. Szeretettel köszönjük meg Lévai Györgynek, a Quisat Kft. Ügyvezető igazgatójának a szép és nem csak általunk dicsért munkáját, fáradtságát. Köszönetet mondunk az alkalmazottainak is az elvégzett munkálatokért. A műszaki ellenőri feladatok ellátásáért köszönetet mondunk Aranyosné Baranyai Irén építészmérnöknek. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik áldozatos szeretettel adakoztak, és így segítették a munkálatokat. Szeretettel köszönünk meg minden adományt, és köszöntünk minden adakozót. Tudjuk, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. A mai napunk megszervezésében és költségeinek hordozásában is sokan segítségünkre voltak. Asszonytestvéreinknek a süteményeket, a konyhai dolgozóknak a szeretetvendégségben nyújtott áldozatos munkáját szeretnénk megköszönni. Itt szeretném elmondani, hogy a háladó istentisztelet utáni szeretetvendégség költségeit a nőszövetségünk által. Azoknak is szeretnénk mindent megköszönni, akik kétkezi munkával, jóindulattal, szeretettel, imádsággal voltak segítségünkre. Most pedig az ajándékokat szeretnénk átadni, és közben Fekete István szerepi kántor fog orgonán játszani nekünk.
Végezetül, kedves testvéreim, a 348. dicséretünket énekeljük. A mi énekeskönyvünk szerint a Bajomiak által használt énekeskönyv 348. dicséretét, ennek az első és ötödik versét, valamint a régi énekeskönyv szerinti 264. számú dicséretünknek az első és ötödik versét, áldjad Imre a dicsőség erős. Fennállva énekeljük el nemzeti imádságunkat. Thank you.
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, Istennek népe. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon neked békességet, hitet, reménységet, szeretetet. Szent Fia, mi Úrunk az Úr Jézus Krisztus által, most és mindörökkön örökké. Amen. Végezetül szeretett testvéreim, ünnepségünk további programját ismertetem. Orgonaszó alatt kivonulunk az Isten házából, legelőször a palástos lelkészek Esperes úr vezetésével, majd utána a meghívott vendégek, és végül a gyülekezeti tagok. A felújított gyülekezeti ház megtekintése után mindenkit sok szeretettel várunk az iskola ebédlőjében megrendezésre kerülő szeretett vendégségre. A presbiteri jegyzőkönyv szól arról, hogy ilyen tandíj segélyt kapna az egyházközség, ha megfelelne a követelményeknek. És hogy a követelmények az, hogy ugye bő férőhely, tantermek, világos legyen, stb. A tanfelügyelőség úgy ítélte, hogy eléggé sötétek, szűkek, és akkor elhatározta a presbiteri, hogy épít egy új iskolát, meg szolgálta lakása egyben. Aztán megyek tovább, hogy ez a megint egy, legalább egy fél ember öltőre rendben lett tényleg. Nem fog vizesedni? Nem, szinte. Reméljük, hogy nem. Most... Hát, tehát régi épület ez ahhoz, hogy nem volt. Gyanús. Vannak olyan jelek, ez vitathatatlan, de eddig nem volt jellemző. Azt mondták, és akkor, ugye most mondta Takács Tamás hajdúszoboszlói lelkész, hogy az ablakokat azért hagyjuk általában véve nyitva, azt mondja, hogy a műanyag ablak, úgy lezárva, van, meg tudjuk, van szúnyoghálót tettünk mindegyik helységeket. Nem volt olyan, mert magán rajta van ilyen, ami levegőzik. Van. Az első Orbán kormány idején a programunkban benne volt, hogy a hitélet gyakorlásának a feltételeit biztosítjuk. Most a LEADER programban, most éppen a polgármesternek mondtam, hogy nagyon sok templom, gyülekezeti terem ebben a körzetben is felújult.
A szeretett vendégség helyszínén az iskola ebédlőjében beszélgettünk a férfi kar egyik alapítójával, Saja Béla bátyánkkal a kórus történetéről. 2008. februárjában voltam egy temetésen, és csak lapátra sírhányni. A tiszteletes úr egyedül énekelt, de nagyon nem tetszett nekem ez. És mondom, segítek már neki. Közben a funerátra ott volt még neki segítség, az is beállt, mert én azt az éneket ismertem, énekes könyvem nem volt. Én azt az éneket ismertem, és hárman énekeltünk, elég jól összejött. Mondom a tiszteletes úrnak, hogy tiszteletes úr, kéne egy énekkart alakítani. Hárszunk a tiszteletes úr, nem megy az itt, így már próbálták. Az édesapjám az is lelkész volt előtte, de nem alakult. Mondom, én megpróbálom. És a nyakamba vettem a falut, hát mondom, a presbitériumban ismertem két olyan embert, akinek jó ének hangja van, de sajnos az egyik már meghalt, a másik beteg, tehát idősek. Hát abból indultam, hogy kinek volt az édesapja valamikor énekkaros. Na, annak lehet esetleg a fiából is olyan ember, aki eljön énekelni. Hát próbáltam ilyet és olyat, és úgyhogy összeértünk 8-an, összejöttünk. Elég tűrhetően ment. Hát úgy volt, kérdeztem ilyet, hogy miért nem lesz? Hát elérzékenyül, ha temetésein. A másik nem ér rá. A harmadik azt kérdő, hogy lesz fizetés. Na mondom, ezt hagyjuk. Ugyanis van. És majd tiszteletes úr mondja, hogy lesz egyházmegyei kórus találkozó Balmazújvároson, és vegyünk részt. Hát mondom, nem valók vagyunk mi oda. Hát addig fűzött bennünket, hogy rá lettünk, és gyakoroltunk, elmentünk Balmazújvárosra, ahol olyan kórusok voltak, hogy meg sem mozdulhattunk mellette, csak így néztünk, mi ez, mit akarnak el, mi velünk. És mi voltunk a tiszteletes úrral 9-en, és mondhatom azt, hogy mi kaptuk a legnagyobb elismerést. Olyan 30-40 tagú kaurus, meg ilyen, olyan vegyes kar, meg stb. Ezt utána félkértek bennünket énekelni. De általában csak temetésre gondoltunk ezzel az énekkarral. Nem csak kezdett belőle, hát Isten tiszteleteken, másik községekben füzetgyarmaton voltunk temetésre hívva, most utol Bárándon voltunk temetésre hívva. Végsősorban most 10-en vagyunk, akik aktívak lennénk, de valaki mindig hiányzik. Most is van egy a vasútnál dolgozik, nem tudott eljönni. A harmadik egyéb baja lett, és akik tudunk, általában az a baj, hogy fiatalok kevesen vannak, csak idősek vagyunk már. Akkor, mikor megalakultunk, a Máté Lajos volt az első, ő volt a legfiatalabb, 60 éves. Vannak jó új énekek is. Tiszteletes úr választ az újabbakat, hát a reiket mink is már tudjuk, mert minden héten, szerdán próbálunk, mikor tanulunk, meg próbálunk éneket. Van, aki azt mondja, hogy ő szégyellen oda jön, mert szokján van. Szégyellen, nem szégyellen. Ez nagyon kell, a temetése nagyon kell. Már az egyéb alkalmakon is temetése fej dolg. Régen volt a református kor, abból alakult egy másik, meg... Hát a régi galárdásokból kezdtem. Mert az én apám, nagyapám mind a kettő énekkaros volt. Meg itt tudok olyan embert, akinek két testvér, annak is nagyapja is nagy énekkaros volt, meg Garabos Lajos, általában ilyenek. Hallottuk ezt őseinkül csak, ez ilyen jó énekes volt, olyan jó énekes volt. Hát már én úgy nem is igen emlékszek arra, hogy milyen volt az a énekkar akkor. De én szerintem elég is nem akarunk még feltörni, hova törnénk, vagy 73 évesek. Nem tudok új tagot keresni. Minden nap, tegnap is mondtam egy fiatal embernek, hogy gyere közénk énekelni. Húzogatja vállát.
Hát, van egy pár fiatalabb, nem fiatalabb, hát reméljük, hogy majd bejönnek, hogy ki tudja majd. A tiszteletes úr nagyon jól tudja kezdeni az éneket, ez nekünk nagyon lényeges. Mert hát nekem sincs igazán olyan jó hangom, mint a nagyapámnak volt. Akkor csak olyan dolog, csak az ember énekel, akkor énekel. Akkor énekel. A Bajomi Református gyülekezet életéről, a közelmúltbeli eseményekről Bécsák István presbitert kérdeztük. Végül is a presbitérium, hogyha az önkormányzat irányításhoz hasonlít, talán olyan, mint a képviselőtestület. Tehát maga a presbitérium, ez örök volt, tehát a V-nek tanács. Aha. És Bihar Nagybajomban is az egyházközségnek van egy 17 tagú presbitériuma, amely az egyház ügyes-bajos dolgait A-tól Z-ig irányítja, döntést hoz és ellenőrzi. Az egyházközségünknek az alkalmai az eseményektől függően vannak vannak olyan alkalmak, melyek napi, heti, havi, negyedéves vagy évi ismétlődéssel változnak. A napi alkalmak azok, hál' Istennek, ma már legálisan a hitoktatás, melyet tiszteltes úr feleségek hitoktató végzi, és nagy örömünkre elég sok gyerek részt vesz ezen. Heti alkalmakkal találkozunk, nyilván minden vasárnap az Isten tisztelet, és mint ahogy említette, az előbb már a kórusvezetővel találkozott, az is minden héten próbál és részt vesz egyházi és nemzeti ünnepeinken. Sőt, a egyház községünk az a Hajdú vidéki egyházkerülethez tartozik, és Eberken belül szokott lenni évente kórus találkozó, ez idei évben Bihar Nagybajomi egyházközségbe kerül megrendezésre. És ugye vannak a havi rendszerességgel működő gyülekezeti életünk, ez a kórustól fiatalabb tiszteletes asszony által létrehozott nőszövetség. Kik havonta a bibliaórán vesznek részt, és a bibliaóra végeztével, az esemény alkalmával a ügyesbajos dolgokról is, mint adott a mai ünnepségünk, szeretett vendéglátásának a megszervezése is az ő feladatuk, és nagyon szép számmal vannak jelen, és nagyon lelkesen dolgoznak. Ezt ma itt a szeretett vendéglátásán is megtapasztalhatjuk. És ugye vannak a egyházi ünnepeink, eseményeink, melyek éves ciklusokban jelennek meg az életünkben, ugye kezdődik az adventtel, a várakozással, ez nagyon szerencsésen lett megoldva, ugye ez karácsony előtti 4 vasárnap, az adventi vasárnapok, melyeken önök is részt szoktak venni, és ez nagy örömünkre az egyház, az önkormányzat, és különböző civil szervezetek részvételével történik, és úgy gondolom a lakosság megelégedésére. Utána ugye nagyobb ünnepeink, ugye a karácsony, a bőt, az azt követő húsvét, pünköst, ezek mind egyházi ünnepeink, és ezeknek közösen megünnepeljük. Itt nagy szerencsénk van, gondolom, hogy abból az apropóból, hogy
tiszteletes úr felesége hitoktató és közel áll a gyerekekhez, így az egyházi ünnepeinkre is készülnek, és bár az utóbbi időben egyre kevesebben jártak a templomba, és a gyerekek szerepeltetésével, kik részt vesznek az egyházi ünnepek megemlékezésébe, a szülők, a rokonok is részt vesznek, és nem egyszer megtelik a templom. Tehát a presbitériumnak célja, hogy különböző alkalmakkor, ami nyilván a hitélettel összeegyezhetető, hogy minél többen, minél több alkalommal meg tudjuk tölteni a templomot. Ezen kívül még minden év januárjában ökonomikus imahét van. Itt a mi hetünk 8 napra bővül, ugye is csatlakoztak is hozzánk, és elengedni se akartunk szomszéd gyülekezeteket, és 4 alkalommal várunk, és 4 alkalommal megyünk. És ezek nagyon bensőségesek, és esetenként különböző ökonomikus, különböző vallás súlyt lelkészek, gyülekezetek is részt vesznek benne, és nagyon jó közösség kovácsoló, tehát nagyon jól érzik a testvérek magukat. A nagyobb egyházi ünnepeinken lehetőséget adunk a Debreceni Hittudományi Egyetem hallgatóinak, ünnepi követként részt vegyenek az istentisztelete legátusként. Ezt jó szívvel tesszük, és nagy örömmel várjuk a fiatalokat a pályájuk kezdetén, a tapogatáshoz. Ilyen lehetőségről hogy lehet tudomást szerezni, hogy van ilyen, hogy legátusokat lehet meghívni? Végül is tiszteletes úr szokta előre hirdetni, már most nálunk majdnem rendszerességgel a karácsonyi és a húsvétűn is, mostanén is egy füvesgyarmati másodéves lelkészült volt. A karácsonyin, most meg Sárai Tugoriból voltak már Ukrajna területén élő, de a Debreceni Hittudományi Egyetemen tanuló diákot is, vagy diák is, és a hitközségnek is előnyére válik, de én úgy gondolom, hogy a Hittudományi Egyetem hallgatói részére is meghatározó élményeket tudunk. Mi a nagy bajomban, megint visszatérek a tiszteletes asszonyhoz, tehát hogy nagy szerencsénk van, hogy a lelkész házas pár aktívan részt vesz a hitéletbe. Minden nyáron szoktak 4-től 14 éves korú gyerekeknek a művelődési házzal karöltve nyári helyi vakációs Biblia hetet rendezni. Ez nyilván a hitélete, hitoktatással szoros összefüggésben van, de a gyerekeknek viszont kellemes és tartalmas nyári együttal szórakozást is biztosít. A szervezetünk, vagyis a gyülekezetünk szervezetben szokott részt venni egy gyülekezeti napokon, ahol ez ilyen nyilván normális körülmények mentén, de hitgyülekezeti napokat szintén kapcsolódunk a önkormányzat által rendezett lovasnaphoz, falunaphoz, főzéssel egybekötött ilyen kellemes hétvégi közös időtöltés szokott ezt jelenteni, aminek megint
közösség kovácsoló ereje van, és hogyha egy-egy alkalommal egy plusz gyülekezeti tagot meg tudunk nyerni, a jó cél érdekében esett elenyészen. A tiszteletes úr minden évben szokott nyáron kirándulásokat szervezni, az anyaországban és a határon kívülre is, és például Óhután, Vizsolyba, Göncön, Erdélyben, Medvetónál, a Tordai Sóbánya, Tordai Szoros, tehát az Erdélyt is ugyanolyan szeretettel látogatjuk, mint a magyar anyaországi területeket. De nem titkolt célja a presbitériumnak továbbá, hogy ha csak tud, nem egy cél érdekében szerezzen meg magának a gyülekezet részére fiatalokat, és hát nem sok lehetőség van, ami a fiatalokat jó cél érdekében megmozgatja. Mi egyet, egy úton elindultunk, végül is koncerteket szervezünk, ami az egyházi élettel nem mond ellen, és főleg komoly zenéket, de a fiatalok által kedvelt zenéket, nemzeti tartalmú zenéket is behozunk a templomba, ami szintén nagy örömünkre megtölti a templomot, és mondhatom, hogy illően fogadják, és a koncerthez, templomhoz és a fiatalsághoz mérten viselkednek, és ez nagy örömére szolgál a Diadalmi Egyházközségnek. Most az adventi sorozatkor is volt a templomban fúvózenekar koncert, emlékszem, és ez is teljesen odaillő volt, tehát hiába az ember elsőre azt gondolná, hogy fúvózenekar templomba vinni, de ott ugyanúgy méltóság teljes és ünnepi volt a hangulat. Így van. Ez a törekvés? Így van, lenne? Tehát ez is többek közt, tehát az egyik formája annak, hogy a fiatalokat megszólítsuk, ugyanis, tehát vidéken vagyunk, és ugye önök tapasztalják ezt a legjobb, amikor járják a vidéket, hogy nagyon kevés lehetőség van a fiatalokat megszólítani, a fiataloknak értelmes és tartalmas szórakozási lehetőséget biztosítani, és ha azt akarjuk, hogy a vidék ne néptelenedjen el, akkor a fiataljainkat kötelességünk valamilyen úton, módon megtartani. És ennek ez csak egy formája, mert nyilván nem ebből áll az egész, de amit az egyház tehet, akkor ezt én úgy gondolom, ezt szívesen teszi azért a falu jövőjéért. Egyébként Bajomnak mekkora református gyülekezete van? Tudom én azt, hogy nem lehet ezt darabra megmondani, de most éppen... De nagyjából meg lehet, ugye általában országos adatok is azt mutatják, hogy a lakosság 10-15-20%-a ki hívőnek vallja magát, és emellett egyház fenntartó járalékot fizet. Tehát nyilván, aki nem fizet, még ezen kívül vannak, akik ide sorolják magukat, de ők nem vállalják az aktív részvételt. Végül is ezeket kellene megszólítani, és higgyék el, itt rosszat nem tanulnak, itt csak jót. Nem kell tovább menni, csak a 10 parancsolat, ha mindenki betartaná a 10 parancsolat minden pontját, Magyarország, akkor nagyon sok minden megváltozna, de legfőképpen is.